Sziasztok! Kristóf a kockás ember. Ez pedig nem más, mint a kockázó szerda. A mai adásban a nézzük meg. Bizony jól hallottátok, új adással jelentkezem, pontosan egy új szériával, ami arról fog szólni, hogy olyan készteket igyekszem nektek bemutatni, ami már valamilyen szinten elérhetetlen, vagy az áruk miatt, vagy azért a kis számuk miatt, tehát valamilyen szempontból nem könnyen hozzáférhetőek, és én arról az oldalról szeretném ezeket megközelíteni, hogy elemekből igyekszem összerakni és megnézni, illetve bemutatni nektek azt, hogy ezek a készletek a jelenlegi pillanatban kap elérhető vagy, vagy megvásárolható árhoz képest hol helyezkednek el. Aki pedig a technik, szám, technik szerdára számított, ne aggódjon, nem fogja átvenni teljesen helyét a kockázó szerda, tehát fel, úgy, az a terve, hogy felváltva lesznek adásban ezek a részek, illetve azt gondolom, mivel azért olyan borzasztóan sok nincs a kockázó szerdához, mint készlet, ezért inkább csak ilyen széria lesz ebből, aztán majd jövőre jön belőle a következő széria. A mai első adásban BrickLink-en megjelent, pontosan a BrickLink Design program második körében megjelent akváriumot fognak nektek bemutatni, ami annak idején 19.990 forintért volt elérhető. Ugye nyilván elő kellett vásárolni, 10 ezer darab, 10 darab volt a limit, amennyit, amennyit kiadtak ebből a készletből. Ez a készlet persze ezt nem érte el, tehát hogy lett volna még azért lehetőség vásárolni, de ugye az akkor volt erre lehetőség hát nem is tudom pontosan melyik évben volt ez, talán 21 környékén. mindegy, a lényeg a lényeg az, hogy most jelen pillanatban, illetve már akkor is felugrott az ára a duplájára, most is ilyen 50 ezer forint a belépő ár a Bricklinken, és persze nyilván erre rájön még a posta, ez meg az, tehát hogy azért lehet, hogy ez akár 60 ezer forintot is el tud érni, és pont ez volt az a kigondolója, vagy az indítója ennek a sorozatnak, hogy megnézni, hogy ezt a készletet hogyan lehet beszerezni elemenként. Főleg azzal a gondolattal hát a mögött, hogy ugye a Bricklink neve alatt jött ki ez a készlet, ami azt jelenti, hogy a LEGO nem gyártott semmilyen különleges alkatrészt, tehát minden akkor elérhető, illetve most elérhető alkatrészt könnyen elérhető, tehát nincs benne semmi különlegesség. Ami még plusz jó ebben a készletben, ha már így belekezdtem, az az, hogy ebben nincs matica sem, tehát ezzel sem kell törölni, nem kell valahonnan megrendelni utángyártottat, vagy akár valahogy hozzájutni az eredetihez, hanem kényelmesen össze lehet rakni. Amit még érdemes tudni, mert megmondom, hogy mennyi volt az alkatrész ára ennek, hogy én kizárólag, na jó, egy alkatrész kivéve, de a többi alkatrész mind vadi új, tehát hogy egy kicsit lehet, hogy ebből a szempontból egy túlöltöm a célom, hiszen nem biztos, hogy kötelező hogy csak is kizárólag új, alkatrész, új alkatrészeket használni, én nekem egy ilyen, hívhatjuk perverziónak, báminek, szóval az én gondolatom az volt, hogy csak új alkatrészt szeretnék használni, hogy legszebb legyen, a legjobb legyen. A csontváz egyik karja az egyetlen, amit a saját használt készleteim, vagy alkatrészem közül vettem ki, minden más, vadi új. Na de akkor jöjjön az ár, ami nem más, mint 20 forint, tehát 20 ezer forintért tudtam beszerezni ez az alkatrészeket. Nyilván ezen, ahogy említettem, lehet faragni, egy egyrészt, hogy nem új lakatrészet használsz, illetve majd látni fogjátok később a videóban, hogy nem kötelező minden alkatrészt megvásárolni ez a készlethez, de ezt majd akkor. Úgyhogy ez a 20 ezer forint nagyjából az az jár, és igazából itt látszik, persze nyilván azóta eltelt pár év, hogy az annak idején megvásárolható ár nem állt olyan messze a valóságtól, Nyilván annak idején ők könnyebben vagy olcsóban hozzájutottak az alkatészhez, hogy a legó révén, mint én vagy mint magán, idézve a magánember a Bikinken összevásárolva, de nincs drasztikus különbség a kettő között. Na de és akkor jön a készlet, aminek a száma egyébként a 910015-ös, tehát ugye 6 jegyű számot kapott, ez értem fakad abból, hogy a Bricklink neve alatt jött ki, hiszen a Legónak a régi 4, illetve most már inkább 5 számjegyet használja. Ellenszámot tekintve 874, tehát úgy nagyjából jó helyen helyezkedik el ez a 20 ezer forinthoz. És akkor jöjjön a készlet, és kezdjük a külsejével, ami nagyon-nagyon jól néz ki az alap külsejét. Ugye van nekünk egy alap akváriumunk, ami gyönyörű barna szint hozza, utalva erre a gyönyörű fa elegáns kivitelezésre benne egy gyönyörű szép akvárium, jó átlátszó elemekkel jobban bele lehet látni, illetve van a beltartalom, amiben az az izgalmas, hogy négyet kapunk belőle. Az alapverzió a sima, a legszínesebb mondhatni, a sima akvárium, ahol színes halakat kapunk, rákot, polipot, illetve sisakrostét, növényekkel, van egy hátterünk, ami szintén nagyon színes, növényekkel, illetve egy cuki szoborral az egyik szélén, ez az alap kinézet, illetve tudjuk cserélni a hátterét, tehát még a többi beltartalom nem változik, a hátterét tudjuk variálni, egy kicsit hegyesebb, hegy, hegyvidékesebbre, hogy így fogalmazzak, bár ez hülyangszki akváriumnál, illetve a növények szempontjából, mert itt azért a növények dominálnak igen aktívan. Nagyon egyszerű a cseréje, le kell kicsit pattintani a Üveg, a tetejét, aztán az üvegrészt, és utána bele lehet szépen tenni a másik verziót, nagyon-nagyon könnyű a csere. Aztán jön a kalózos verzió, ahol egy elsüllyedt hajót utánoz, vagy legalábbis annak lehet gondolni, hiszen találunk kormánykereket, találunk egy kapitányi fülkét, ahol van térkép, térképasztal, lámpa, van nekünk ugye a kincses ládánk is, hozzá csontvázza a kalózsipkában, aki ugye nem akarta elengedni ezt a jó kis kincset, valamint egy hordott némi innivalóval, hiszen az mindenképp fontos a víz alatt. A halak itt nem olyan színesek, tehát hogy mondhatnánk ezt a verziót egy kicsit ilyen egyhangumnak a tovább az előző színesekhez képest, de szerintem így teljesen rendben van. És ön az utolsó, a negyedik, ami már sokkal nagyobb átalakítást igényel, hiszen megváltozik a üvegfelület is, magasabb is lesz az egész építmény, és ez azért van, én is a Kraken támadását kapjuk meg ilyen kis akvárium-szerű, szerű, -szerű uh, építményben, és ez azért hívom így, hiszen nincs meg teljesen zárva az ablak rész, van benne egy nyílás, mint akár egy terrániumban lehetne, Úgyhogy ezért hívom egy kicsit másfajtának, de amiért ez nagyon előnyös, az az, hogy megvan gyönyörűen a vízvonal, és akkor látjuk a víz alatti részt, ahol a halak muszkálnak, meg a kráken van, illetve a víz fölötti rész, ahol a hajó található meg, a hajó a víz felszínén, illetve nyilván megvan a part is, és ott is látszik különösen ez az elválasztó vonal. Szóval ezért különleges az a negyedik verzió, mindegyiknek szerintem zseniálisan van kitalálva, nagyon-nagyon jól néznek ki. És mint ahogy láttátok, van benne funkció is, egy mechanikai rész, ahol a halak tudnak körbe-körbe úszkálni, illetve nyilván a krákennél a hajó. Plusz funkció is van benne, vagy, vagy ilyen látvány elem, hogy középen a rák, a kráken, vagy a kincses láda emelkedik egy kicsit, tehát itt van egy kis plusz mozgás még benne, de a kalózban még két plusz látványelem van. Egyrészt a hordó forog, ahogy elmegy egy hal mellette, valamint a kormánykedék is megfordul, tehát van benne egy kis plusz mozgás, ebből néz ki sokkal jobban. Ami még nagyon jól utal az igazi akváriumra, az a kincses láda, ugyanis annak a teteje emelkedik, és hogyha lát, azt gondolom, hogy láttatok már olyan akváriumot, ahol a kincses van bele, belevezetve a levegőztetője az akváriumnak, és ugye az, amikor megtelik vízzel, vagy megtelik nem vízzel, hanem levegővel, akkor mindig kinyílik, visszacsukódik, úgyhogy eznek a funkcióját, vagy mozgását lehet viszont látni ebben a ö, verzióban. Amit még nem mondtam el puszba. Az akváriummal kapcsolatban, van neki ajtaja, tehát szépen ki lehet nyitni az ajtaját, és egyrészt rálátunk rendesen a mechanikai részre, illetve ez segíti a felpattintását a különböző tartóknak a halakhoz, hanem azért beletett becsempésztek egy kis halkaját, egy kis vödröt, tehát hogy azért még így is ott is utalva van, hogy azért egy akváriummal van dolgunk, tehát nagyon jó kis, kis pusz, kis kis, kis kis extra dolog nekem nagyon-nagyon tetszett. Úgyhogy ez lenne a készlet, én továbbra is rajongok érte, pont úgy, annak idején, úgyhogy tényleg nagyon örülök, hogy ilyen könnyedén be lehet -e szerezni hozzá az alkatrészeket, és nem is olyan vészes áron, tehát hogy tényleg teljesen rendben van számomra ez az összeg. És akkor jön az összegzés, ahol azt kell mondanom, hogy mint ahogy eddig elmondtam, hogy zseniálisan néz ki, nagyon jó variátosság van benne, nagyon jó a funkciója, gyönyörűbb tízen bármilyen asztalnak vagy polcnak, ebben biztos vagyok. Álban is teljesen korrekt, építésben is nagyon-nagyon egyszerű, főleg az átalakítás tekintve, tehát az is egy nagyon pozitív számomra, úgyhogy tényleg csak odákatokra az engeni. Negatívum, hát azt nem tudnék mondani, mert őszintén szólva, öm, így jó, hogy van. Tényleg így jó, hogy van. Nyilván sok benne a barna, tehát ez később probléma lehet, de hát ez van össze, egyszer össze kell rakni, és aztán nem kell piszkálni, és akkor tökéletes. És akkor elkezdtem a videó végéhez, ahol mindenki szeretném megkérni titeket, hogy írjatok kommentet, mert nagyon-nagyon kíváncsiak, hogy mit szóltok az új adáshoz, mennyire tetszett, mennyire jó volt hasznos az adatok, mi hiányzott belőle, illetve ezzel a készlettel kapcsolatban is írjátok meg a gondolatokat, Nagyon-nagyon kíváncsiak rá, hogy ti mit gondoltok erről a készletről, illetve, hogy mit látnátok szívesen, várom az ötleteket. Bár nyilván mondom, be van már távozói adag, de akkor is kíváncsiak, hogy ki mit látna még viszont ebben a témakörben. Ezen kívül szokás szerint feledkozás, kis csengő, lájkolás, illetve tudtok vásárolni legokészteket is, amivel tudjátok támogatni a csatornát, ennek a linkje megtalálható a videó alatt. Nagyon szépen köszönöm előre is, és a következő videóig, ami természetesen pénteken lesz, a pénteki mindenkinek nagyon jó legózást, jók létek. sziasztok!